A falmászás a test minden izmát szinte egyszerre mozgatja és erősíti. Kiváló lehetőség a fizikai és mentális teljesítőképesség korlátainak megismerésére, mondják a sporták szerelmesei, akik a hétvégén mérik össze erejüket és ügyességüket a 4. Boulder Jam falmászó versenyen a Margit-szigeten. A témában Mach András szervező, illetve egy falmászó, Burucs Bálint versenyző a vendégem. Jó reggelt kívánok az uraknak! Már gondolom, hogy önnek is a szervezésen kívül volt közel műfajhoz, vagy van is? Igen, van is. Jelenleg is a veterán kategóriában versenyzem a Magyar Kupában. De igazán gyerekkorom óta... Csak a szálkás izmaiból következtettem ki, mert azt mondják, hogy ez a műfaj, ha valami, akkor ez igazán szálkásítja az embert, ugye? A saját testsúlyunknak a szinte reptetése, igen, hát tart, megtartása. Oda-vissza működik, az ember vékony, akkor könnyen tudja csinálni, hogyha csinálja, akkor vékonyabb lesz. Azt tudom mondani, hogy úgy lesz vékony, hogy csinálja gyakorlatilag. Így van, ez így működik. Úgyhogy ez egy ilyen csodálatos mozgás, amit kint a természetben is lehet, és bent a termekben, mászótermekben, épített falakon, és ezek a versenyek is ilyen épített falakon zajlanak. Bálint, mikor jön el az ember életében az a pillanat, amikor rájön, hogy na ez a mozgásforma, na ez az, ami kell nekem? Hát amikor rájön, hogy teljes szabadságot ad és felüdülést, miközben elfárad az ember akkor is. A felüdülés ez egyfajta, hogy mondjam, egy ilyen kicsit ilyen szellemi reveláció, hogy persze, hát, van itt valami rejtvény, amit megoldottam. Például, hogyha kimegy az ember sziklát mászni, ott eleve a környezet, ami körülvesz, az sokkal barátságosabb, mint egy teremben, és az mint egy nyaralással ér fel. Az pedig, hogy előtte van az ember előtt van egy szikla, és felmászhat rá, és saját magának felezi fel az útvonalat rajta, mindenféle kis repedések, találkozik kis állatkákkal mindenfélével, az szerintem felüdülés. Ezért is kérdeztem egyébként ezt a szellemi kihívás részét, hogy ez picit olyan minden egyes alkalommal, persze amikor nem feltétlenül épített falról beszélünk, mint egy ilyen keresztrejtvény, tehát hogy valahogy meg kell oldanom, és el kell jutnom, és... Igen, én régen vadvizen kajakoztam keveset, és ott mondták, hogy olvasni kell a vizet, és ez ugyanígy igaz a sziklára is, hogy olvasni kell, egy kicsit meg kell ismerni, fel kell ismerni azokat a lehetőségeket, ami egy sziklában rejlik, és ez tényleg, ahogy mondod, egy ilyen játék, és minden alkalommal egy új élmény, és tényleg, ahogy végül is a teremben is egy játék, tehát mindenképpen erre a játékosságra az csak lehet asszociálni. Hogy? Az csak egy játszótér. Az csak egy játszótér, az gyakorlatilag nyilvánvalóan az előkészülete a későbbieknek, ugye, mint az ember már valós terepen él át. De hát ennek a benti játéknak, vagy ennek a fajta játszótérnek is nagy rajongótábor alkad, és nyilvánvalóan ez a mostani, már nem első évben megrendezendő esemény is azt mutatja, hogy ez a kör bővül. Kicsit beszéljünk erről az esemény formáról. Miért is jam? Ez azért jam, mert nincsen az a klasszikus versenyformátum, amikor selejtezők és döntők vannak, hanem egy ilyen nagy jambori van a versenyzőknek, gyakorlatilag 20 ilyen útvonal, boulder feladat van kitűzve, és ezt a 20 problémát kell megoldani a versenyzőknek másfél óra leforgása alatt. És minden kategóriában zajlik a verseny, tehát egészen a kicsi gyerekektől egészen a veteránokig haladunk. És gondolom, hogy a nehézség is zajlik. Változik annak függvényében. Így van, hiszen a méret függvényében nem is tudnák ugyanazt mászni a kicsi persze. gyerekek, mint a felnőttek. Hiszen nem érlejik el ugyanazokat a kapaszkodókat. És akkor ez egy ilyen nagyon jó hangulatú valami, tényleg ott egész nap másznak a versenyzők, és tulajdonképpen ez a verseny, ami Boulder Jamünk egy nagyobb rendezvény keretén belül a Margit-szigeten, az atlétikai centrumban van megrendezve, ez a nagyobb rendezvény, ez az Európai Sport és Egészség Nap, ami egy ilyen fővárosi rendezvény, és rengeteg sportágat ott a helyszínen ki is lehet próbálni, csupa ilyen ingyenes vetélkedő, és ilyenek, tehát hogy aki éppen nem versenyez, azoknak is egy nagyon jó programot az egész vasárnapi nap folyamán, ugye ez a június 1-e. Világos. Bálint, mi lehet az ember célja, hogyha egy ilyen eseményre gondol? Tehát ez a személyes saját magunk legyőzésén túl, és a saját magunk keresztrejtvényeinek a minél gyorsabb és eredményesebb megfejtésén túl, azért ez kihívás a másikkal szemben is, vagy ez kifejezetten egy önmagunkra fókuszáló műfaj? Hát amikor mászik az ember, akkor nyilvánvalóan saját magára fókuszál, és arra, hogy mit csinál, de az egész... Számomra az összes verseny
azért nagyon fontos, mert együtt dzsemelünk a többiekkel, főleg egy ilyen jellegű versenynél, amikor egyszerre rá vagyunk szabadítva mind a 20 útra, és együtt próbálhatjuk, együtt találhatjuk ki a feladatokat. Tehát ez szerintem azért is tök jó, mert az ország minden egyes pontjából jönnek a cimborák, a mászóbarátok, és akkor együtt lehet mászni egy nagyon jót. Jó, tehát akkor értem, hogy ennek megvan ez a fajta, hogy mondjam, közösségépítő jellege. Nagyon-nagyon sokat, hogy mondjam. Szóval nagyon jó az, amikor egy ilyen ismeretlen feladatot meg tud oldani önállóan az ember. És, hát ez nyilván a személyes fejlődésnek egy, persze, egy nagyon fontos állomása. Persze, a többiektől is. Tehát mindenki máshogy jó, máshogy erős, másmilyen technikával tud mászni. Na most pont ezért viszont érdekelne ennek a folyamatnak az elsajátítása, mert azért abban némi párhuzamot érzek, hogy ahogy egy tornás szintén a saját testével és a saját testének a testsúlyával játszik a szeren, és gyakorlatilag bizonyos szempontból hasonló feladatoknak teszi ki magát, de a tanulási folyamatban ugye kipárnázott körülmények között kezdi, tehát szivacsgödör, edző, stb. Itt hogyan? Tehát itt van valami fajta segítség, launch, ilyesmi. Hogyan jut el az ember oda, hogy félelem nélkül próbálja meg a technikát elsajátítani? Tehát van ennek akár szakmai könyve, nyelvezete, vagy ez egy ilyen egymástól tanulunk című megoldást igényel? Igazából szerintem mindenkit rá kell vezetni arra, hogy megszeresse, és onnantól kezdve viszont nem lesz benne az a gondolat, hogy félelem. Tisztában kell lenni a helyzettel, akár kint ciklán, de akár még szivacsra is lehet rosszul lelépni, és láttam én már bokaszalagszakadást, meg ehhez hasonlókat, tehát ez mindenhol benne van a pakliban. Tényleg csak rá kell vezetni az embereket, hogy a saját maguk technikáját megtalálják, és azt utána tovább tudják fejleszteni. Vannak alaptechnikák, amiket meg lehet mutatni, de és utána már egy ilyen belső... Utána ráéreznek, és önmagukat tudják fejleszteni. Igen, egy belső fejlődési folyamat lényege, hogy ki mennyire tudja mindezt csúcsra eljutni. Ugye most érdekes hangulatot látunk a képernyőn, mert hogy éjszakai körülmények közötti, ugye megfelelő világítás melletti képeket is, hogy lesz éjszakai mászás is ezen az eseményen? Itt tulajdonképpen egy ilyen nagyon érdekes eseményre készülünk ezzel a versennyel, mert ezek a versenyek általában egy kicsit úgy zárt ajtók mögött folynak. Nem direkt, csak egyszerűen ez így alakult ki, ezek a mászótermek viszonylagosan zárt közösségek, tehát hogy kevés ember, aki ezt a műfajt műveli, és emiatt egy kicsit olyan elzártnak tűnik ez az egész dolog, meg praktikusan is nagyon nehéz kivinni a szabadba, mint ahogy mi most ugye kitesszük az atlétikai centrumba, és ott ilyen szabadtéren épített mászófalakon folyik majd a verseny, de általában mászótermekbe, tornatermekbe egy egész kis közösség előtt zajlik. És most, hogy ezt így meg tudjuk oldani, hogy kikerüljön sok ember elé, ez talán nagyobb népszerűséget ad majd a sportágnak is, tehát egy kicsit úgy ismertebb lesz, és hát emiatt lesz benne egy olyan, mivel egész reggeltől estig a sok kategória miatt egész nap folyik ez a verseny, sokan meg tudják nézni, és végül a vége az mindenképpen az esti rész az már sötétben zajlik, és az egészet megfejeltük egy olyan döntővel, ahol a legjobb 6 fiú és a legjobb 6 lány mérkőznek majd meg, és az már egy kicsit ilyen szimpadiasan megvilágított falakon fog zajlani, és ez egyszerűen nem is feltétlenül abból a szempontból különleges, hogy ott a mászóknak milyen feladata van, hanem abból, hogy ez egy óriási látványosság lesz, amit eddig nem nagyon láthattak még sehol. Igen, aki ebben a látványosságban szeretne egy picit elmerülni, vagy esetleg megpróbálni tesztelni a saját határait, úgy a fizikait, mint a szellemét, annak ez kiváló terep lesz. Ezek szerint június 1-én ennek a nagy rendezvény sorozatnak a kellős közepén sok sikert kívánok. Köszönöm, hogy eljöttetek.